Megjöttek a hangjegyek. A hangjegy. Itt a Csíkostól kezdődik, akkor most 80-ra légy szíves. Igen, a Csíkosra kell rámenni. Csíkos és 80. Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám dideregve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Mert nem sok olyan megyeszékhely volt, akinek nem volt még összekötetése az autópályával. Akkor tudtuk, hogy lesz egy zenélő szakasza, el sem tudtuk képzelni, hogy ez milyen lesz, hogy fog ez mi lesz vele. Viszont egy város tisztít azon, hogy nehogy történjen valami az építkezés végére, ahogy szokott, elfogadni. Mit tudom én, pont ez nem valósul meg, ami minket jelképeztet a 67-es Kaposvárhoz kötődik. No, hát a 67-es mellett vagyunk egyébként, tehát ez a Balaton-Szigetvárral összekötő önök előtt. Amit még a Plázánál szeretnék megmutatni, Kaposvár már csak a nevében viseli azt, hogy nekünk egy volt városunk. Sajnos nincs. Mindig szerettük volna, ha van. Hadermester úrra is mindig erős nyomást gyakorolt a város, hogy legalább valami emlékeztesse minket arra, hogy itt ekkor állt már. Hát végül is aztán 2000-ben, amikor a plázát építették, akkor az volt a városvezetés kérése, hogy na, akkor most emlékeztesse minket valami. Pontosan itt állt, a középkori várkapu, és a mögötte levő területen volt az egykori váró. És akkor a bástya került a körbejárat mellé, az egész felújítás alatt van. És ez a bástya az, ami egyrészt emlékeztet minket arra, hogy volt várunk, de most már egy nagyon szép várkapot és kialakított a kocsát. A 67-es úton várhatsz rám dideregve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz. A sétáló utcájuk, az egyik bejárat. Női főkertészünk van, évek óta női főépítészeink vannak egymás után. A Sétáló utcának ez a szakaszának kialakítása például már az öreg, akkor a kis bicikli is igen nagyon kivakényesedne. És most még korán vagyunk ahhoz, higgyék el nekem, hogy állandóan élnek ezek a szobrok, rá kell nézni csak. Van egy érdekesség, hogy belül van Happy kutya. Most nem véletlenül lett megörökítve, Adi Riprónai sem, a találkozásuk sem, és hát Happy kutya sem véletlenül került ide, amúgy pedig Gera Katalin alkotása, tehát egy újabb női szobrászművészünket láthatják. Van már szintén egy Európát, Párizst megjárt művész, ő a mester.
Borzasztó népszerű. Akkor már gazdag is ebben az időben. Meg lehet emelni olyannyira, hogy a székeket, amiket önök ülnek, be lehet alulra tolni, mint egy raktár.